Sziasztok! Na az van, hogy már régettünk bulgurt a családban, úgyhogy főztem egy adagot, és most ahhoz csinálok egy ilyen, hát megint egy nem szokványos ízesítésű sertés szüzet. Ez 10 deka ilyen jó minőségű, ez azt hiszem karajsonka, ez meg 35 dekás ez a szűz, és a kis olívolajat tettem a serpenyőbe, sonkát is szépen fogom, és így fölcsikozom, és a szűzzel együtt beteszem a serpenyőbe pirulni. És hagymát most nem teszek alá, mert ilyen savanyított kis gyöngyhagymával fogom csinálni, ezt most a Lidl-be is, de mindenhol lehet kapni, tehát az lesz benne a egyik ízesítő, és a szüzet is. Ezt úgy szoktam, hogy egy hosszába, de nagyon, amikor ugye a kezetek felé vágtok, akkor nagyon óvatosan, mert hát nem a életbiztosítás kategória, főleg, ha még valaki nem úgy bánik a késsel, és akkor ugye rost irányra merülegesen szépen felcsikozzuk a húst, és mehet be a sonka mellé, és szép pirosra meg fogom pirítani. Így. Ezt most szépen, jó alaposan körbepirítom. Egy csipet sót teszek csak rá, mert most egy kis ételízesítőt is fogok használni, mert nincsen alaplevem borsőrömben, ha még van egy kis nafta, akkor egy kis őrölt borsot is tettem rá, és leborítom a fél konyhát. Na mindegy, és ezt most szépen összepirítom. Amíg a húst megpirítom, addig ebből egy maréknyit leszűrök, hogy a leve nélkül csurogjon le. Most amikor már így kezd szépen pirosodni a sonka meg a szűz is, kettő deci tejszín, hoppá, na. Annyira szeretem, hogy bármit csinálok utána tűzhelytakarítás, persze csak a nap végén. Mehet az egy maréknyi gyöngyhagyma bele. Ezt úgy képzeljétek el ízre, mint a van a mézes mustáros sertés, de itt nem mustárral iszünk egy pici savanyú íz bele, hanem a gyöngyhagymával, és mézből is teszek bele egy ilyen, egy maximum tejáskanálnyi, de lehet, hogy még kevesebbet. Most, ja, még annyi tejjel felöntöm, hogy egy ilyen jó szósz legyen rajta, tehát jó mennyiségű. És rozmaringot fogok még, mint különleges ízesítő rátenni, de azt egy ilyen csipetnyit, mert most ugye, most majdnem meg akartam mutatni, hogy szagoljátok meg, tehát ennek annyira erős íze van, hogy ebből nagyon-nagyon óvatosan inkább többször tegyetek bele, és teszek bele egy kis petrezselymet is, mert az ilyen tejszínes kajáknál elmaradhatatlan, és azért csak egy csipet sót tettem rá, most jó lenne, ha megtalálnám azt a kis kanalat, hoztam egy másikat, és ilyen adalékanyagmentes ételízesítőből, hát amennyit ehhez kell, tehát az a csipet só, meg hogy kellemesen sós ízű legyen az étel, ezt egy kicsit összeforralom, és megint ahogy szoktam, keményítővel besűrítem. És akkor megint, ahogy azt már sokszor mutattam, egy ilyen, hát egy teáskanálnyi keményítő, kis víz, ezt elkeverem, vigyázzatok, hogy teljesen keveredjen szét, és ha előre megcsináljátok ezt, akkor meg le tudsz szállni az aljára, tehát mindig föl kell így előtte keverni, közben ez itt már felforrt, és szépen belezuttyintom. Ez szinte egyből meg fogja mutatni, hogy mennyire sűrűsíti meg, és hát mindenki saját ízlése szerint annyira ízesíti, amennyire, vagy ízesíti, sűríti, amennyire szeretné. Most abban a pillanatban, hogy fölformál, lehet lezárni, vagy még tenni hozzá keményítőt, ha szükséges. Ma keményítőt nem kell forralni, mert be úgy az igaz, az visszakibul. Na hát, és a jól végzett munka megérdemel gyümölcse. Előre szólok, hogy tehát ez a kaja már a
hogy is mondjam, szóval kell hozzá egy bizonyos ízlés világ, tehát aki szereti az ilyen kicsit ilyen extrém ízesítésű dolgokat, mert a rozmarin, hiába nagyon keveset teszek bele, az egy nagyon különleges ízt ad ennek az ételnek, plusz benne van ugye ez a savanyított gyöngyhagyma. Viszont akinek szereti az ilyet, ropog a hagyma, a fogam alatt a picit édeskés, tejszínes szósz a rozmarinkkal, meg a petrezselyemmel. Ez is tök egyszerűen elkészíthető, és egy nagyon-nagyon különleges ételt fogtok kapni. Próbáljátok ki, de mondom, hozzá kell tennem, hogy aki a klasszik magyar konyhát szereti, itt lehet, hogy egy kicsit elhúzódik a szája, de aki meg szeret a különlegesebb ízeket, az imádni fogja. Jó? Mert egyébként tök jó lett. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzést, könnyű kajákat, sziasztok!